Megnyílt a határ, mától szabadon lehet utazni Szerbia és Magyarország között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki Szerbiából beutazik Magyarországra, akkor nem kell hatósági karanténba vonulnia. A magyar és a szerb kormány is úgy látja, hogy azért lehetett megnyitni a határt, mert mindkét ország sikeresen védekezett a vírus ellen. Szijjártó Péter kiemelte, csak azokat engedik be, akik tisztelik a törvényeket, vagyis az illegális bevándorlókat nem. Ma reggel 10 órakor nyílt meg a Röszkei határátkelő Szerbia és Magyarország között. Ezzel együtt összesen 9 átkelőn szabad mostantól átutazni a két ország között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki kiutazik a Vajdaságba és visszajön, akkor nem kell 2 hétre karanténba vonulnia. Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország és Szerbia is sikeresen kezelte a járványt, ezért volt lehetőség a mostani határnyitásra. Mi azoknak az embereknek nyitjuk meg most a határátkelő helyeket, akik törvénytisztelő módon akarnak átlépni. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, azoknak nyitották meg a határt, akik tisztelik a törvényeket. A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország továbbra is elutasítja az illegális bevándorlást, és senkit sem enged be az országba papírok nélkül. Mindazoknak, akik illegálisan akarnak átjutni a két ország határán, továbbra sem lesz erre lehetőségük. Tehát továbbra is minden eszközt megragadunk arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy bárki illegálisan átlépje a két ország határát. Tehát az illegális migrációval szembeni fellépés továbbra is a magyar-szerb együttműködés egyik fontos pontja marad. Szerbia integrációs minisztere megköszönte a magyar külügy döntését, és azt mondta, sosem voltak olyan kiemelkedőek a diplomáciai kapcsolatok a két ország között, mint most. Ez a mai nap nem csak a polgáraink számára jelentős, de a két ország gazdasági együttműködése szempontjából is kiemelkedő, fogalmazott a szerb integrációs miniszter, aki megköszönte, hogy Magyarország továbbra is támogatja Szerbia uniós csatlakozását. Az elmúlt években konfliktusok nélkül szolgálta a magyar nemzetet és Szerbiát, fogalmazott Pásztor István, a VMS elnöke. Szerbiában választások lesznek, a szerb kormányzó párt pedig stratégiai partnere a Vajdasági Magyar Szövetségnek. A magyar párt több olyan városban is szeretné visszaszerezni a polgármesteri széket, ahol sok magyar él, de az elmúlt években nem ők nyertek.